Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk nagy tiszteletű Koncz Tibor, esperes. Üdvözlöm esperes urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon köszönöm a meghívást, köszöntök mindenkit szeretettel. Megújul a természet, itt van már a tavasz, és egy hatalmas ünnepkörben vagyunk benne, ugye a húsvét az egyházak számára, a református egyház számára. Mit is jelent pontosan, mit ünnepelünk ilyenkor? A megfogalmazás az tökéletes volt, teológiailag is, mert ez egy ünnepkör. Valóban egy ünnepkörről beszélünk, aminek a csúcspontja maga a húsvét, de egy nagyjából 40 napig tartó időszak, az a böjt, az is ide tartozik. Tehát a böjt az, amivel elindultunk ebben a csodálatos ünnepkörben, ami arról szól, hogy előkészülünk, lelkileg bemosakszunk, felkészülünk arra, ami most érkezett el, ez a nagy hét. És a nagy hétnek a végén van a húsvét. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy a húsvétot ünnepli, akkor ha pontszerűen ilyen sportjelleggel magára, a húsvét napjára gondol, akkor az távol áll az igazságtól, úgyhogy örülök ennek a megfogalmazásnak. Tehát az első, amit szeretnék elmondani, hogy ez egy húsvéti ünnepkör, amit mi ilyenkor ünneplünk, a virágvasárnappal elkezdődő nagy hét, az pedig azért nagy hét, mert az üdvtörténet, az üdvösségünk, a megváltásunk szempontjából a legnagyobb események ezen a héten vannak, és ennek a vége, a csúcspontja, a feloldása, a magyarázata a húsvét. Amit egyébként úgy kellene, úgy élenék mondani, feltámadás napja, tehát Jézus feltámadásának a napja. Egy ilyen rövidebb eszmei, ideológiai bevezetés után térek arra rá, hogy mi a húsvét. A húsvét a minden. Tehát a húsvét igaz, hogy valamilyen eseménynek a vége, de valójában az origója, a kezdete. Egy kicsit segítek megérteni. Jézus húsvéti feltámadása, a halálból való életre támadása nélkül semmi nem érthető, amit mi ünneplünk. Mert akármennyire bájos a karácsonyi Krisztus megszületés is csak azért annyira jelentős, mert hogy feltámadt a halálból. Tehát, hogyha azt veszük alapul, hogy az ön születésnapja meg az én születésnapom sem nagy ünnep, magunk számára, talán meg a családtagjaink számára. Ez azért van, mert mi egy általános életet élünk. Egy standard életet, a születés és a meghalás. Jézus Krisztusnak a feltámadása mutatta meg, hogy ő kicsoda, és ezért kezdték el visszafelé azt gondolni, de hát akkor a születését is meg kellene ünnepelni. Ugyanígy a nagypéntek, ugye Jézus kereszt halála az önmagában egy rendkívül nagy dolog, ráadásul, hogy büntelenül a bűnösökért és elvállalva ártatlan áldozatként azt, hogy másokért megöljék, az önmagában egy mártír cselekedet, és a mártírokat meg szoktuk tisztelni, emlegetjük őket, de a sok-sok mártír közül mégis Jézus az, akinek a történetére ráépül egy vallás, ráépül egy kultúra, mert hogy ő fel is támadt. Tehát a húsvét ilyen szempontból mindennek az origója. Így kell értékelni, tehát én elhiszem, hogy vannak kedvesebb, kellemesebb, meg akár hozzáteszük ezeket a néphagyományokat, hogy talán látványosabb ünnepek, kétség kívül, de a húsvét az mindennek a kezdete, és mindennek értelmet ad. És akkor mi a húsvét? Tehát a húsvét az, ami egy eszme történeti kérdés, hogy van-e élet a halál után, az Jézus Krisztusban megmutatkozik, hogy nem csak ideológia, hiszen erről különböző kultúrák és különböző korszakok nagyon sokat vitáztak. Egy valóságos történelmi esemény, azért valóságos, mert az üres sír, a találkozások, ezek mind-mind azt bizonyítják, hogy valóságosan megtörtént, hogy valaki, aki két napnál hosszabb ideig volt a sírban,
élve elő tudott jönni, és ugyanúgy beszélt, és ugyanúgy lehetett vele találkozni. Tehát, hogy van élet a halál után. Ez történt meg a húsvénban. Ezért mondom, hogy rossz a kifejezés, mert ez engedjék meg, én ezt viccesen el szoktam mondani a diákjaimnak, hogy a magyar ember a hasával gondolkodik, ezt onnan lehet tudni, hogy az ilyen ünnepek is így vannak összeállítva, mert hát miért másról szólna a húsvét magyar embernek, hogy a 40 napos bőjt után újra lehet venni húst magához. Ugye ez a húshagyó kedtől, ugye akkor meg ez történt meg, ez egyébként latinul így hangzik, hogy carne vale, viszontlátásra hús, ugye ez a húshagyó kedd, és utána egy nagy boldogság, hogy újra lehet húst enni, ez a mi néphagyományunkban a sonkával mutatkozik meg, hogy lehet sonkát enni. Ugye nagyon sokáig, évszázadokon keresztül erre a húsvétra pácolták, tették el, füstölték a sonkát, nem lehetett addig enni, és akkor végre most már lehet azt is enni. Szóval a húsvét, azaz a feltámadás, annak a bizonysága, bizonyítéka, ami az embert foglalkoztatta és foglalkoztatja ma is, hogy mi van a halál után. Hogy mi jön, hogy a halál a végső pont, és mi azt szoktuk mondani, hogy a halál után kettős pont van, mert folytatása következik, és ezt mi azért merjük kijelenteni, nem ideológiailag, eszmetörténetileg, vágyaink és utópiáink szerint, hanem azért, mert történelmileg bizonyítottan feltámadt Jézus a halálból. Mit jelent a mai kor ember eszemben a húsvét? Hát, ha a húsvétot úgy gondoljuk végig, ahogyan fölvezettem, akkor ad egy bizonyságot arról, hogy nincs egyedül, mert ha van feltámadás, és van a feltámadás utáni élet, ami Jézusban bizonyítékot nyert, akkor az bizonyítéka annak, amiről Jézus beszélt, hogy van egy másik hatalom ezen a földön, ami nem emberi, nem evilági, hanem mennyei, ez egy másik dimenzió magyarul, amely erősebb azoknál a törvényeknél, amik ebben a földi létben bennünket korlátoznak. Akkor nem vagyunk egyedül. Ha nem vagyok egyedül, ha nem vagyunk egyedül a földi létben, akkor van kire támaszkodni. Akkor nem vagyunk porszemek, amelyet ide-oda fúj a szél. Akkor nem vagyunk a fátumnak, a végzetnek, vagy éppen emberi hatalmaknak kitett létezők, akik, ha eltűnnek erről a földről, akkor semmi nem lesz probléma ebben a földi létben. Azzal, hogy Jézus feltámadt, azzal bizonyította, hogy van egy másik világ, van egy másik hatalom, van egy másik dimenzió, létezik egy másfajta létforma, aminek hatása van erre a földi létre, ezért én nem félek. Ezért nem izgulok, és nem úgy hallgatom a híreket, hogy az az egy valóság van. És hogyha azt hallottam, hogy én senki vagyok, semmi vagyok, ha lecserélhető, ha csak egy sorszám, akkor én tudjam a helyemet, hogy én nem vagyok más, mint a teremtett világnak, a természetnek egy véletlenszerű hozadéka, amit így el lehet tüntetni. Tehát ez ad nekem bátorságot, ez ad nekem optimizmust mindenféle helyzetben, hogy nem ezeknek a földi és az elmúló véges korlátos hatalmaknak van egyedül szava az én történetemben és a történelmünkben, hanem van egy másik hatalom is. Tehát ezt kellene adja a feltámadás ünnep. Ezt kellene elhozza. Azt a végtelen optimizmus derűt, ami a kereszténységnek a sajátjának kellene lenni, és én nagyon sokszor kritizálom a mi kereszténységünket, hogy mutatjuk ezt a szomorú, úgy gondoljuk, hogy a vallás, a hit az valami végtelen melankóliával jár, szomorúsággal. Hiszen ha nagyon vidámkodunk, akkor még azt mondják, hogy nem vagyunk eléggé szentek. Én meg azt mondom, a szentséghez tartozik az életderű. És a feltámadás ünnepe ezt adja. A
Krisztus megszületése, ugye a gyermek érkezése, az élet, élettel való találkozás, öröme adja a szépségét a karácsonynak. A húsvétnak is ennek kellene lenni, ennek az örömünnepnek, hiszen győzött az élet, győzni fog az élet. A mi sorsunkban is genetikailag lehet, hogy az elmúlás van bekódolva, de lelkileg mennyei ütterv szerint pedig a feltámadás és az élet. Tehát nem a halál az utolsó szó, hogy amikor temetőben kell erről szólni, akkor is mindig hittel mondom el, hogy megfáradt testünk nyilván ott pihen, hiszen ez a biológia. A biológiát nem lehet kijátszani, akár meddig próbáljuk a genetikai, meg kémiai szerekkel és módszerekkel megváltoztatni az ember élettartamát, attól még az, hogy most nagyon-nagyon-nagyon öregen fogunk meghalni 110 évesen, vagy most a 75-80-90 évig élünk, a kettő között csak annyi a különbség, hogy nyerünk haladékot 20 évre, hogy rendezzük a dolgunkat, de a vége ugyanúgy a meghalás. Erre ad választ az én hitem, meg a mi hitünk, a kereszténység hite, hogy nem a halál, a meghalás az, ami ellen kell küzdenünk, hanem azért kell küzdjünk, hogy feltámadjunk és éljünk. A gyerekek hogyan élik meg? Tehát azt azért kérdezem, mert ugye a református iskolában és a hittanórákon most nem, jelenléti oktatás mivel nincsen, illetőleg otthon a családban hogyan értetik meg a gyerekekkel, hogyan élik meg, hogyan ötvöződik ez a két nevelés? Hát nagyon nehéz, egyrészt azért, mert a gyerek és gyerek között is különbség van. Nyilván nem kell önnek mondanom, hogy egy két éves generációváltások vannak már, tehát nem biztos, hogy egy 8 évessel és egy 10 évessel, meg egy 12 évessel ugyanazt kell közölni, sőt, biztos, hogy benne nem kell ugyanazt. Tehát nehéz a gyerekekkel ezt érzékeltetni. Én szerintem első renden amit én elmondok, az történet, amit én elmondhatok, akár lelkészként, akár tanárként, az valamilyen eszmetörténet, valamilyen igazság, dogma, alapfogalom, ami van, akinek megvan erre a csápja, a vevő antennája, és azt mondja, hogy aha, de szerintem a legtöbb fiatal, és ebben még biztos vagyok benne, hogy a középiskolásokat is ide érthetem, nem fogják. Éppen ezért ez csak a valóságos történeti helyzeten, eseményen, állapoton keresztül lehet tanítani. Mondok erre egy példát. Tehát, hogyha valaki elmegy a gyerekével, vagy elviszi magával, és ezt ne spóroljuk meg, a volt szerettei sírjához, akkor ott kell mondani valamit. Tehát abban a helyzetben. Akkor kell azt mondani, annak, akinek ez a lelkében van ez a hit, ez a megérlelt bizonyosság, hogy igen, nagypapád, nagymamád, dédipapa, dédimama itt pihen, de mi merjük azt mondani, hogy lelke viszont, ami az ő egzisztenciájának a forrása volt, mert nagypapa 30 évesen is ugyanolyan jópofa volt, mint 80 évesen, tehát látszik, hogy nem a biológia adja valakinek a igazi eszenciáját, hanem azt, ami belülről van, tehát a lelke. Hát ezért van, hogy egy 30 éves is lehet koravén, meg lehet egy 80 éves, úgyhogy nem érjük utól, mert belülről fakad. És azt mondjuk, hogy ez az eszencia, ez a lélek. Ezt mondja rá a magyar nyelv, máshol máshogy nevezik. Mi így mondjuk, hogy a lélek, nem a szellem az leírt, a szellem az felvett formában él tovább, de a lelke, az pedig valóságosan már egy másik helyen van, ezt így hívjuk, hogy mennyország, mondom, ez egy dimenzió különbség. Tehát ne úgy gondoljuk ezt, hogy konkrétan valahol van valamelyik bolygó, ne keressük a csillagok között, mert nem ott van, hanem egy másik létforma, egy másik dimenzió, ahol az a fajta határ, és ugye ez a Bibliából így jön le, az a fajta határ, ami bennünket korlátoz a háromdimenziós létünkben, hogy
Idői és térbeli korlátok vannak, nem tudok egyszerre két helyen lenni, mert most szívesen megnézném a Új-Zélandon a gleccsereket, de itt vagyok. Új-Zélandi meg szívesen megnézni engem itt mondjuk Karcagon, megenni a birkapörköltöt, de ott van, mert bennünket a térbeli korlátok ilyen módon határoznak meg, időben is. Szívesen lennék én mondjuk abban a korban, ami a magyar történelemnek kérdéses korszaka, mondjuk a honfoglaláskor. Ám bár lehet, hogy rögtön úgy néznének rá, mint valami boszorkányra, és meg is égetnének, mert így beszélek, és ilyeneket mondok, de megnézném őket. Megnézném a magyar hazát. De nem lehet, mert én 2021-ben itt vagyok, ebben a stúdióban. Tehát bennünket ezek a korlátok, ezek határoznak meg, szerint éljük az életünket, de van egy másik létforma, ahol, és erről beszél a Biblia, hogy nincs korlát, hogy mindent lát. Hát ezt csak így lehet érteni, mert én most önt látom. Hogy van az, hogy Isten mindent lát? Úgyhogy ő neki nem ez a három dimenzió van. Hogy történik, hogy egyszer az angyal megjelenik, hogy az angyal is valóságos. Tehát nem ezzel a szárnyas hófehérkével kell gondolni, hanem akár hol ember formában, hol más formában megjelenhet, és aztán pedig eltűnik. Hogy van ez? Hát úgy van, hogy abból a bizonyos létformából átlépni ide, az nem egy nagy kunszt, nekünk oda menni meg nem lehet, mert ugye bennünket a korlátok adnak. Tehát visszatér az eredeti kérdésre, tehát erről kell mondjuk éppen szólni egy temetőkertben, egy sírkertben, annak, akinek ott van a szívében, a lelkében ez a bizonyos megérlelt hittudás, hitbizonyosság, hogy itt pihen testileg, ide jövünk, mert tiszteljük, ide jövünk, mert ez a hagyomány, ide járunk, mert itt kell kizárni a világot és csak koncentrálni erre a kedves emberre, asszonyra, akár gyerekre, de a lelke már odaát van egy másik létformában. És annak a létformának lesz majd egy olyan átstruktúrálódása, hogy egy új testet kap, és ezt nevezzük feltámadásnak. És ezt az egészet onnan veszük, hogy volt már egy ilyen, ez volt a Jézus feltámadása, aki valóságosan testi alakba jött. Nem szellem volt, nem éteri lény, hanem valóságosan ott volt a tanítványok között. Beszélt velük, felismerhették, együtt evett velük, pontosabban nem írják le, hogy mit evett, vagy evette, de hogy együtt volt az étkezések alatt. Tehát ezeket, ha figyelembe vesszük, akkor egy ilyen gondolattal el lehet kezdeni érlelni a gyerekben is. De mondom, az ideológia, az elv, az eszmetörténet, az csak filozófia addig, ameddig egy valóságos élethelyzetben ezt nem kóstolja meg, hogy ebben milyen igazság van. Egy gyerek számára tanítható az elf, de hogy ez beépüljön az ő lelki, szellemi rendszerébe, ahhoz kellenek konkrét események. És ezért mondtam, hogy mi taníthatjuk, de ez olyan, mint egy összes többi tantárgy. Addig, ameddig a gravitációt megtanulja, az nagyon jó, meg tudja a törvényeit, akkor fogja megérteni, a fejére esik tényleg egy alma. Mint ahogyan állítólag Newtonnál is ez megtörtént. Ebben a rendhagyó helyzetben a református egyház hogyan fogja tudni ünnepelni? Hát az ünnep az különleges lesz, de az ünnep szó az onnan van, hogy üdvösség napja. Tehát nyilván, ha az ünnepnek a külső kereteit nézzük, akkor lesz hiányérzetünk, hiszen mi sem tudunk a templomban, mi sem tudunk a gyermekeink, a kórusok műsorával szép, hangulatos alkalmon találkozni, de maga az ünnep szó adja a lényeget, hogy a belső tartalmat viszont azt ilyen körülmények között is, az üdvösségről, ugye az üdvösség az pedig arról szól, hogy Istentől való megbocsátás és lehetőség egy új kezdésre, ez az örök élet lehetősége. Azt pedig nyugodtan lehet ünnepelni. Lehet egy istentisztelettel, lehet azzal, hogy megosztunk egy szép verset, egy Turmezei Erzsébet verset, megosztunk egy szép igehirdetést, hiszen higgyék el a kedves televíziót nézők, hogy nekem is, de mindenkinek érdemes elolvasni
olyanoknak az írásait, akiknek az életén ez átfutott úgy, hogy apró pénzzel váltható módon szép és megragadható gondolatokban papírra vetetett. Vannak ilyen csodálatos igehirdetők, Gyökösi Endre, Jó Sándor, Cseri Kálmán, Csiha Kálmán. Tehát ezeket, de katolikus igehirdetőket is nyugodtan mondhatnék, meg gondolkodókat, meg baptistákat. Tehát így viszont lehet ünnepelni. Mi megtesszük a magunkét, hiszen lesz nagypénteken, ugye Krisztus kereszt halálának a napján lesz istentisztelet közvetítés, húsvétkor lesz két közvetítés. Az egyik az nem a miénk lesz, szándékolt, mert hogy úrvacsora vétel is lesz a Duna World televízión, tehát egy olyan református istentisztelet lesz, ahol lesz ének, lesz zene, lesz úrvacsoraosztás. Mi ezt nem tudjuk megtenni, éppen ezért arra hagyatkozunk, ahol profin ezt megcsinálják, viszont húsvét másodnapján meg a saját istentiszteletünket fogjuk közvetíteni. Tehát, hogyha az üdvösség napja a lényeg, akkor azt meg lehet így is a külső körülményektől függetlenül is tenni. A húsvétot követően milyen alkalmak vannak kilátásban, akár milyen ünnepek lesznek? Hát vannak alkalmak, ünnepek, amelyek egy másik ünnepkörhöz vezetnek. Hát az, hogy én ezt el tudom így mondani önnek, és hogy erről 2000 éve tudunk, az legfőképpen annak köszönhető, megint mondom, idői korlátok miatt, hogy az idői síkunk az ez a 21. század, hogy mindig voltak azok, akik ezt hirdették, vallották, leírták, megénekelték, megfestették. Ezek az emberek inspiráltak voltak. Az inspirálás az azt jelenti szó szerint, hogy inspiró, tehát valamit belélegezni. A régi emberek úgy gondolták, hogy akkor, amikor valaki ihletett állapotba került, inspirált állapotba, akkor egy másik lélek vette át az irányítást. Mi ezt ugyanígy látom én is egyébként, csak ennek nálunk az egyházon belül az a megnevezése, hogy Isten lelke által, a Szentlélek által. Ugye ugyanazok az emberek, akik látták Jézust meghalni, és persze jól cserben is hagyták, lásd Péter, aki megtagadja háromszor, ugyanezek az emberek, miután találkoznak Jézussal, de még eltelik 40 nap, és látják Jézust fölmenni a mennybe, és ott vannak 10 napon keresztül kétségek között, ugye ez a mennybe menetel utáni 10 nap, amikor végre visszakapták Jézust, és elmegy újra, félnek, kapnak valamit hirtelen, valami egyéb más lelkületet, konkrétan az Istentől, az Isten lelkét, a Szent lelket, és hirtelen olyan bátrak lesznek, hogy simán kiállnak, és ugyanazon a helyen, ahol megölték Jézust, ugyanazoknak, akik azt mondták, hogy feszítsd meg, ugyanazoknak, akik a kezére adták a rómaiaknak, ugyanazoknak azt mondják most, hogy hát ti öltétek meg azt, aki feltámadt. Ki mernek állni? Azért, mert valamilyen lélek átvette az ő gyarló, gyenge, remegő lelkükön az irányítást. Nem tudatilag, hanem lelkileg átformálódnak. Én szoktam mondani, hogy az emberi lélek az egy csodálatos erőforrás, mert tessék megnézni, hogyha egy édesanyának a gyerekéért harcolni kell, akkor fölborítja az autót is. Ugyanaz a törékeny asszony, aki meg mindenki át tud gázolni adott helyzetben. Hát a lélek az egy ilyen erőforrás, ha jól használjuk. Persze rosszul is lehet használni. Summa summarum, ez az a lélek kiáradás, ami miatt van 2000 éve ez a bizonyos hitünk, van az Anyaszentegyház, igaz, hogy részekre bontva, de az Anyaszentegyház az létezik, a kereszténység létezik, és zárójel, talán ez a lélekért való imádság, és ennek a másik léleknek a várása, a hiánya miatt olyan gyenge a kereszténység, mert úgy gondoljuk, hogy vagyunk már elég okosak, meg vagyunk eléggé a saját lelkünkben már pallérozottak, hogy majd mi irányítjuk ezt az életet, és kiderül, hogy
akkor aztán ez nem így működik, ezért vagyunk ilyen gyengék. Ha ismét az Isten lelke lenne, ami irányítana bennünket, akkor szerintem állnánk szembe minden ördögi, sátáni, igazságtalan erővel szemben, és akkor nagyon szépen kijönne, hogy megint milyen erősek vagyunk. Mert egyébként nagyon erősek tudunk lenni. Mi keresztények, és azt mondom, hogy ha a keresztény embernek a lelke megkapná ezt a felülről való lelkületet, ezt az átvett irányítást, akkor megint egy virágzó Európáról tudnánk beszélni, kulturálisan, szellemileg. Ezt fogjuk ünnepelni. Tehát a húsvét után ez erre való készülés van. Ez a pünkösdi ünnepkör. Tehát ez a bizonyos pünkösd, és ugye ez a pentekoszté, honnan származik a pünkösd szavunk, az erre utal, hogy 50. Tehát a húsvét utáni 50. napon történt meg, ahogy összeadtuk, hogy 40 plusz 10, történt meg ez a bizonyos megváltozás. Húsvét után már erre készülünk. A mennybe menetelre és a Szentlélek kitöltésére. Persze, közben végezzük a magunk feladatát, és ebben benne van olyan is, hogy érettségizni kellene a diákjainknak, úgyhogy azt gondolom, hogy már most elkezdek majd a Szentlélek kiáradásáért imádkozni, hogy megkapják azt a pluszt, mert hogy nagyon sok mínusz volt most az életükben. Legyen így. Köszönöm az interjút. Én is köszönöm. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Ne felejtjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!